Kedves nézőink, tisztelettel köszöntöm Önöket a mai adásban. Pilinszky János 100, olvashatjuk a képernyőn. Pilinszky János születésének 100. évfordulójára rengeteg tanulmány, cikk, könyv keletkezett. A mai előadásban Pilinszky Jánost nem elsősorban a költőt idézzük meg, hanem Pilinszky Jánost, az esszéistát, Pilinszky Jánost, azt a gondolkodót, aki filmről gondolkodott, miközben tudjuk, hogy a film mellett számos művészeti ág vonzotta őt. Pilinszky János és a képzőművészet kapcsolatáról a közelmúltban jelent meg az Infinitivus című kötet. Ennek az előszavában Jánosi Zoltán éppen szemre vételezte Pilinszky János képzőművészeti érdeklődését, és miközben távlatos esszéjében hosszan beszélt Pilinszkynek a képzőművészet iránti fogékonyságáról, beszélt a vizualitás, a látás kérdéséről a Pilinszky életműben, a szem motívumnak a fontosságáról, az ikon festészet iránti érdeklődéséről, érintette a fotó és a film kérdését is. A esszé vége felé a következőt írta Pilinszky Jánosnak a Teremtő képzelet Sorsa korunkban című esszé tanulmányával kapcsolatban. Az Isten az, egyedül ő az, aki ír, a történések szövetére vagy papírra idézi Jánosi Zoltán Pilinszky János gondolatait. Majd így folytatja. Ha ez így van, akkor az író Istent kísérli meg felmutatni. Aki pedig lerajzolja, illusztrálja, vizuálisan értelmezi, vagy tovább gondolja a Pilinszky verset, ő szintén Istent, avagy gondolatait próbálja megfogalmazni, felvázolni. Tehát Isten nem csak ír, hanem rajzol, fest, és több dimenziós formákban is önti az alkotó képzeletét ujjaival. Nem csak az írónak, hanem a képzőművésznek is fogja a kezét. Ha pedig ekként értelmezik a művek születésének útját, akkor ezekben a rajzokban, a Pilinszky versekből láthatóvá tett vonalakban, ábrákon, konstrukciókon át magának, az Istennek az üzenetét idézzük. A haláltáborokról, az emberen és tárgyain esett ütésekről, a kopogásokról, a fegyencét tett emberi szabadságról, az Isten tagadó világról, a magára maradt ember elvadult örjöngéséről és magányáról, szerelmeink szépségéről és hiányáról, humanitásunk sérüléseiről és a szörnyeteggé változott arcokról. A magát kereső, hol önmarcangoló, hol szakralitással telített, hol bűntudatában kővé merevedett, hol a békéjéhez eljutni akaró emberről. Érinti ez a dolgozat Pilinszky Jánosnak a fotoművészet iránti vonzását is, vonzódását is. Emlékszünk rá, hogy Pilinszky fotóiból nemrégen budapesti kiállítás nyílt. Ismeretes az is, hogy a fotográfia mellett Pilinszky Jánost pályája teljes egészében különböző intenzitással vonzotta a filmművészet is. Elsősorban esszéket írt a filmmel kapcsolatban, kritikákat írt a filmművészettel kapcsolatban. Tudjuk, hogy egészen korán, már 1938 tavaszán az Élet című katolikus lap májusi számában publikált először verset Anyám címmel. A folyóirat akkori szerkesztője, Erdősi Károly fiatalok műveit igyekezett közölni, és többek között Jékeli Zoltán, Mandi Iván, Rónai György, Sőtér István, Szabó Zoltán, Toldalagi Pál, Vidor Miklós is megjelent ezeken a hasábokon. Majd a kiadvány főszerkesztője később Turzó Gábor lett. Ő volt az, aki felismerte a fiatal verselő embernek a tehetségét, és közölte a Csönd című költeményét. Nem sokkal később Pilinszkyt majd 1942. szeptemberében éppen Turzó Gábor hívta az Élet című lap szerkesztőségébe, ahol volontőrként dolgozott, mások szövegeit gondozta. És eközben filmkritikák, sőt egyáltalán kritikák írására kapott megbízást. Ekkor még ezekben a rövid cikkekben a fiatal Pilinszky János könyvekről, színházi előadásokról, filmélményeiről beszélt, de többnyire röviden.
viszonylag szűk kereteket kapott ennek a lapnak a hasábjain, de akkor ugyanakkor tudjuk, hogy a Színház Művészet Film rovatban 1942. szeptembere és 1943. április között filmmel kapcsolatos írásokat közölt, 34 darab ilyen kis szöveg jelent meg. Azok a filmek, amelyekről Pirinszky János, a fiatal újságíró akkor megfogalmazta gondolatait, ma már nézhetetlenek, jobban mondva, újra nézhetetlenek. Eltűntek az időben, olyan film címek vannak itt, mint az India tigrise, az Alkalom, Négy lovas hintó, Üzenet a Volga partjáról, vagy Egy asszony visszanéz, Viharos éjszaka, A titokzatos grófnő, Láthatatlan bilincsek, Rombadőlt álmok, mind-mind olyan film, amely akkor bemutatásra érett volt, az idő azonban elsodorta a filmtörténetből őket. Némelyik kapcsán egész komoly kritikát is megfogalmazott, többek között a Késő című alkotásról azt írta a fiatal Pirinszky János, idézem, a kiábrándító filmek közé tartozik, nagy nevek hallatlanul hamis történet keretében jelennek meg. Nos, eme korai megnyilatkozásokat követően Pirinszky János igazából filmkritikákat majd később az Új Ember című lapnak a hasábjain publikált. Ehhez a laphoz, a katolikus napilaphoz 1957. november 1-én került munkatársnak Pirinszky János. Ebben a minőségben, tehát az Új Ember munkatársaként dolgozott egészen haláláig. 1958-tól még nem csak és kizárólag filmes írásokat, hanem először novellisztikus írásokat, később a publicisztika egyéb műfajaiba sorolható írásokat jelentetett meg. Ezek némelyike a szépirodalom irányába elmozduló írás volt. Ilyenek a Miképpen a mennyben, azonképpen itt a Földön is című írás, vagy a Háború után című szöveg. A rovat szükségleteihez mérten azonban néhány könyvrecenziót is közzétett, miképpen Michelangelo Buonarrotiról vagy a Tapintatos város című szövegről, ha gondolkodunk. Később írói portrékat is közölt Tolstoyról, illetve Kondor Béla kiállításáról. Itt elmondom gyorsan, hogy mindezeket honnan tudjuk. Mindezeket onnan tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt Pirinszky János publicisztikai írásai címmel megjelent egy vaskos kötet, amelyben Hafner Zoltán összegyűjtötte ezeket az írásokat, Pirinszkynek a publicisztikai természetű szövegeit, és így ebbe tartozó módon filmkritikáit is. Először ebben a kötetben és az Új Emberben filmmel kapcsolatos írás Láttuk címmel jelent meg 1958 nyarán, mégpedig egy olyan filmről, amely az én nemzedékemnek annak idején hát élmény volt, a Szállnak a darvak című filmről írt Pirinszky, de ekkor még csak elég röviden. A következő azonban egy picit később, a következő szöveg picit később, 1960. júniusában jelent meg, a Szép az élet elemzése. Azt is mondhatnánk, hogy Pirinszkynek a film iránti érdeklődése 1960 nyarán kezdődik. Ekkor beszél hosszabban Ideges szülők címmel François Truffaut-nak a 400 csapásáról. Ez a film, a fénykép François Truffaut ábrázolja, ez a film nagy hatással volt Pirinszkyre. Azt írja a bemutató kapcsán, hogy az igazi keresztényi önismeret, önvizsgálat és imádság szükségesének hirdetéséhez vezet el ez a film. A záró pillanatait látjuk ennek a filmnek, amikor a hőse a tengerhez jut el és szembenéz a vízzel, a végtelennel, saját jövőjével is. Nem sokkal ezután, 1960. szeptember 25-én teszi közzé a költő a Szerelmem Hiroshima című filmet, Alain René kiváló munkáját, amely tudjuk, hogy Marguerite Duras forgatókönyvéből készült.
szerelmem Hiroshima szintén egy fordulat Pilinszky pályáján, mert ezt a filmet nagyra értékeli a költő, mindjárt emlegetjük, hogy miért. A modern művészet rendkívül fontos állomásának tartja. Mégpedig azért, mert Alain René munkája a francia új hullám, illetve a filmben jelentkező új hullám, illetve a prózában jelentkező új regény, vagy nouveau roman eredményeit, poétikai eredményeit is kamatoztatja. Itt a következő mű, amelyről szólhatunk, majd Alain Rogrie. A képen Alain Rogriet látjuk, ugyanis az egyik jelentős film elméleti gondolkodását jelző írás a Szerelmem Hiroshimával kapcsolatos, a másik pedig Alain Rogriének a tavaly Marienbadban című filmjéhez visz bennünket közel. A tavaly Marienbadban egyébként máig az egyik legenigmatikusabb, legtitokzatosabb francia filmek film, és a legtitokzatosabb művek közé tartozik. Érdemes elmondanunk, hogy 1960 nyarán jelent meg a Truffaut kritika, és 1963. decemberében tett közzé Pilinszky János egy nagyobb, hosszabb szöveget Rogrie művéről, a Talányos AMX címet viselő esszé, amely a jelenkorban jelent meg, ennek a filmnek az enigmatikus szereplőit jelenti. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy 1960 és 1963 között alapozódott meg a François Truffaut és a Alain Rogrie film közötti időszakban Pilinszky Jánosnak a filmművészeti gondolkodás módja. Mégpedig nagyra értékelte azt az újfajta filmes elképzelést, azt az újfajta filmes technikát, amely az úgynevezett papamoziával szemben az összefüggő történetnek a feldarabolásával foglalkozott, azaz eltűnik az összefüggő történet a cselekménynek és a hősnek a műből történő kiiktatásával nézünk szembe, sőt a nyelvi közlések minimalizálásának lehetünk tanulni, miközben felerősödik egyfajta állóképszerű ábrázolás, illetve egy sajátos vágástechnika. Ezek az előbb felsorolt tényezők tulajdonképpen a nouveau romannak, az új regénynek a védjegyei. Nos, a tavaly Marienbadban ról írott Pilinszky esszé azért is érdekes, mert ilyen hosszú filmről szóló írást nemigen publikált ezen kívül. Érdemes szóba hoznunk azt, hogy 1960 nyarán, június 6-án fejezi be Pilinszky János, vagy fejezte be Pilinszky János a Requiem című művét, amelyet lírai dokumentum filmnek is nevez. Ennek előszavában, jobban mondva, ennek előszavában film vázlatnak nevezi. Arra utal, hogy ez egy lírai dokumentumfilm lenne, amely a 20. század passiójátéka lenne, a korunk legegyetemesebb botrányáról, mondja Pilinszky János. Ugyanis a mű alakja, a központi alakja egy Teréz nevű hölgy, akit Pilinszky passzív szentnek, az elnyomatás Jeanne d'Arc-jának nevez, aki a film során, akinek a film során emlékezéseit látjuk, illetve a női fogolytábor hát valóságának emlékfoszlányait látjuk. Ez a mű egyébként már teljes egészében láttatja azt a Pilinszky Jánost, aki elsősorban filmképben gondolkodik. A filmképben gondolkodó költő alkotó módszerét szemlélhetjük ennek a műnek a kapcsán.
Ennek az előszavában arszpoétikus tömörséggel fogalmazza meg Pilinszky János, mit is ért ő akkor a film fogalmán. Így fogalmaz, idézem, a film, ha nem tévedek, konkrét álom, vagy pontosabban konkrét képek álomszerű folyamata, amelynek medre az éber műfajok, líra, dráma, epika valamelyike. A kérdésről nevezetesen Rob Grier, illetve az új hullám hatását vizsgáló kérdések közül most csak néhányat érintünk. A szakirodalom, gondolunk Vajdovics Györgyinek az Elbeszélés rombolása című 98-as cikkére, alaposan feltárta azt, hogyan hatott a francia újregény a filmre, tehát az érdeklődők el tudják nyilvánvalóan olvasni. Pilinszky később úgy folytatja, amikor a film alkotóiról gondolkodik, idézem, írónak, rendezőnek, operatőrnek csak arra kell ügyelnie, hogy az álomszerű, természetes sodrást meg ne akassza, félre ne terelje téves vagy éppenséggel külsődleges, túl szellemesnek sikerült elképzeléseivel, mely szellemesség szinte kivétel nélkül belső zavarra, ürességre utalna, mondja Pilinszky János. Ez néhány évvel később, 1969 őszén Lengyel Péter egy interjút készített Pilinszky Jánossal, és közölte az élet és irodalom hasábjain. Lengyel Péter ekkor rákérdezett Pilinszky Jánosnál a költőnek a filmhez való viszonyára. És ebben az interjúban Pilinszky János a következőt említette, azt mondta, a film bizonyos értelemben területen kívüli művészet. Korrupt és még érinthetetlen egyszerre barbár jövevény, akinek játékát igazából még nem tudták elrontani a felnőttek legkülönbözőbb skizmái. Akármilyen szinten is, de egy-egy forgatáshoz fölvonuló stáb munkájának számtalan néptelenjével valamiképpen a régi dómépítők rokona. Nos, azt mondja később ebben az interjúban Pilinszky János, hogy őt kifejezetten ez a dómépítés érdekli, pontosabban a filmnek ez a területen kívülisége érdekli, amely talán szerinte így bizonyos újkori bajainknak elemi és kikerülhetetlen fölismerésére késztet bennünket. Pilinszky János, tudjuk, hogy nem csak filmmel, hanem színházzal is foglalkozott. Az egy külön előadás tárgya és több monográfia tárgya, hogyan is alakította saját esztétikája szerint a színháznak a világát Pilinszky. Most megkerülnénk ezt, és csak utalunk arra, hogy amikor filmvilágról, amikor a nyelv kérdéseiről és a színházi struktúra kérdéseiről gondolkodott, akkor a következőkről is gondolkodott. Azt mondja, hogy egyre több olyan rendezőt látni, egyre több olyan alkotót látni, filmrendezőt látni, aki maga is ír. Azt mondja Pilinszky, nem véletlen, hogy a rendezők közül a legnagyobbak, úgy, mint ugye Marguerite Duras-t látjuk, itt pedig Rob Grier, a rendezők közül a legnagyobbak Bergman, Ingmar Bergman és Fellini azok, akik maguk írják a filmjeiket. És azt a kérdést teszi föl Pilinszky, hogy vajon ezek az emberek minek nagyobbak, írónak vagy rendezőnek? Ő úgy véli, hogy kitűnő írók egyben, ilyen értelemben azt mondja, hogy egyre irodalmibb lesz a színház, hiszen egyre inkább íróvá kell válnia a rendezőnek, a rendezővé pedig az írónak. Nos, Pilinszky maga ugyan nem rendezett filmet. Nagyon érdekes az, hogy nem csak a publicisztikai írások című kötetében, hanem számos egyéb prózai elmélkedő és beszélgetős kötetében láthatjuk azt, hogy részben önéletrajzi regényt óhajtott írni, Önéletrajzaim címmel a 70-es évek végén,
Részben pedig olyan film és opera terveket dédelgetett magában, mint a Requiem című, vagy a Múzeum című opuszok. Mégpedig azt tervezte, hogy az Önéletrajzaim című szövegének bizonyos negyedik részéből éppen filmet fog rendezni, és talán Törőcsik Mari lett volna a hölgy, aki ebben a filmben szerepel. Azonban halála és így pontosan forgatókönyv sem maga a filmben készült. Látnénk azért azok az írásra, amelyek részülmes az, történik. Ezen a szinten az eredmény másodrendű. Mondja a költő, liturgikus a film nyelvén, ami olyasmi lehetne, a modern verses dráma. Nos, ha olvassuk Bilinszky drámai műveit, és most a szövegét, színpad, elv, kétféle stílus feszültsége szabná meg a stílusát. Egyrészt a dokumentumfilmek, másrészt az irodalmi filmek, közelebbről, mint olyan szigorú irodalmi filmek, amelyek között Rob Grier Marienbádja van, pontos, kiszámított, determinált, akár egy partitúra úgy gondolja, hogy ilyen lesz a majdani film. Tulajdonképpen, ha most visszatérünk a Rob Grier, akkor érdemes hozzunk azt, hogy a tavaly Marienbádban ő filmek a szövegét, forgatókönyvét valószínűleg nem olvas. Ugyanis van a levelezésében a könyvet, kaptam meg, és Rob Grier-nek fordítása. Kétkötetes hát kiadvány szerkeszt, az Édes Élet címmel. Ebben a kétkötetes kiadványban több film forgatókönyve olvasható, között látjuk olvasható is Rob Grier munkájának a János 1960. szeptember 9-én az Új Ember című lapnak a hasábjai számol be olvasmány élményéről. Tulajdonképpen itt érdemes azt elmondanunk, hogy Pilinszkynek a filmről szóló írásai sajátos esszék, nem az a fajta szövegek, nem azok a szövegek, amit a filmkritikának gondolunk. Akkor kezdődik, amikor mesterséges öröklétre hirtelen bealkonyul, mert nincs az a kastély és francia kert, amely föltartóztathatná az elmúlást. A hiúság végnapjainál alig ha van szomorúbb látvány, mondja Pilinszky a filmmel kapcsolatban. De a film mert
jelent meg, az AMX című eszére gondolunk, és emlékezhetjük, hogy ez alapos műelemzés, szintről szintre elemzi szinte a gondolat gazdag eszéjében művet ki. Az utolsó tétel fogalmazza meg, majd foglalja össze Pilinszky esztétikájának és művének a lényegét. Azt mondja, hogy ez a műve fordulat. Igaz, hogy gondolkodik, hogy miben lenne, azt gondolkodik, hogy a film miért fordulat számára. Ez fordulat a filmtörténetben, mert nem egy lineáris pályán futó történetet mutat be. Nem egy időben kibontakozható, kibontható pszichológiai folyamatot lát, hanem azt mondja, hogy ez a film szoros kapcsolatot tart a versnek a szövetével. Mégpedig annyira megkapó számára ez az alkotásmód, hogy magát Rob Grier-t is. Mégpedig Rob Grier egyik gondolatát, amelyben francia író, filmrendező azt mondja, a filmnek akár az álomnak örökös jelen az ideje. Ezt fűzi tovább, ezt a gondolatot fűzi tovább Pilinszky, amikor arról gondolkodik, hogy a képsorok ugyan a filmben a jelenben láthatók, a jelenben lehetnek, ebben a jelenben lehetnek bizonyos időző képek is. Ott lehetnek feltételes képek is, pusztán ábránd értékű fiktív képsorok is. Az eszé legnagyobb álom lira lapó összefüggéseinek feltárására törekszik. Pilinszky ezek mellett még azért elemzésre Miklónak, mert úgy látja, hogy benne, ebben a műben az a jelenség mutatódik meg, hogy már a papíron végleges formát ölt a művészeti alkotás. Tehát nem a forgatás közben nyeri el végső formáját, hanem már írás közben elnyeri ezt a formát. 1900, picit korábban is kifejti ezt már, 1962 áprilisában arról beszél, hogy a film egyre inkább írói alkotássá kezd válni, gondolta ő. Egyre inkább már 62-ben meggyőződésévé vált, hogy a majdani nagyfilmek igazából papíron fognak megszületni. Oly módon fognak papíron megszületni, hogy hasonlítani fognak a drámákhoz, az egyéb színpadi művekhez is. Azt érdemes fölidéznünk, hogy megemlíti Pilinszky azt a meggyőződését, hogy ott érzi emögött az elképzelés mögött azt, annak az elképzelésnek a lényegéről beszélünk, hogy a film papíron fog megszületni. Emögött ott érzi Marguerite Duras mondatait, nyelvi és képi erejét és sajátos stílusát. Amikor Duras nevét említi, már korábbi írásában is, emlegettük a Szerelmem Hiroshima című filmről szóló gondolatait, akkor szembenéz azzal a Duras opusszal, amely tulajdonképpen bemutatásakor Franciaországban is nagy visszhangot váltott, ugyanis ennek a hős nője egy filmrendezőnő, aki egy francia filmrendezőnő, aki Hiroshimában forgat dokumentumfilmet, és miközben Hiroshimában forgat, aközben beleszeret egy japán férfiba, és a film
abban is korszakos, és ezt észleli Pirinszki is, hogy a megfényképezésében, a szerelmi jelenetek megfényképezésében annyira diszkrét és annyira hát, közeli képekkel idézi csak a szerelmet, hogy mindenképpen újszerű a filmtörténetben. Ez a film egyébként azért is, miképpen egyfelől Pirinszkiben a formai megoldások iránti lelkesedést mutatja, másfelől a film által képviselt magatartások etikai kihívásait említi. Miért? Ebben a filmben van hosszú jelenetsor arról, hogy a filmrendező nő a szerelmes éjszakán elmeséli a japán férfinak azt, hogy a háború idején, a második világháborúról beszélünk, a háború idején ő, mikor még fiatal lány volt, ő szeretője lett egy német katonának. Azt a katonát majd később lelövik, őt pedig, mikor ez kiderül, akkor Nevers-ben élekor, akkor borzasztóan megalázzák a franciák, akár szülei, és pincébe zárják, és ezt a traumát hordozza sokáig magában. Pirinszki etikai kérdései persze azt is célozzák, hogy hát ebben a filmben voltak éppen van-e erkölcs, van-e hát humánum, hogyha a német katona egykori szeretője most a japán férfi karjaiban idézi fel ezt a múltat. A szakirodalom, csak úgy zárójelben említjük meg, hogy a szakirodalomban eléggé hát, megosztó annak a emlegetése, hogy Marguerite Duras-nak ez saját élménye vagy sem, még a francia, az újabban általán forgatott francia nyelvi szakirodalmakban is van, aki erre igent mond, mások azt mondják, hogy fikcionális történetről van szó. Visszatérve akkor a Roglie filmhez, a tavaly Marienbadban Pirinszkinek alkalmat kínál arra, hogy a maga művészi meggyőződését Roglie törekvéseibe lássa bele. Vagy fogalmazunk úgy, hogy a saját meggyőződését, illetve Roglie törekvéseit, mint egy közös nevezőre lehet hozni. Nevezetesen arra, hogy a film, amint versszerűvé válik, a film, amint irodalmivá válik, és megszűnik benne az a fajta cselekménymesélő film, amelyhez korábban szokott a néző. Azt mondja Pirinszki, hogy a Roglie kapcsán válik beláthatóvá, hogy a film írás is lehet művészet. Hozzáteszi, a jövő rendezői azok, akik, mint például Fellini, maguk lesznek filmjüknek kizárólagos szerzői. A dolgozat végén a következőkről beszél. A filmnek, ahogy felnő, a többi művészet szintjére vállalnia kell a művészet minden fegyelmét, rész és egész belső egységét. Hogyan is mondta Roglie, a művészi filmirodalom elengedhetetlen föltételeiről szólva, idézet. Egy filmtörténetet megírni azt jelenti, hogy eleve képekben írjuk meg. Méghozzá nem csak a gesztusokra és szcenírozásra, hanem a felvevőgép állására és mozgására vonatkozó legfontosabb utasításokkal együtt. És itt van az a híres gondolat, amelyet Pirinszki János is kiemel, amikor arról beszél, hogy a Roglie írásának, mondja Pirinszki, a leglényegesebb eleme tulajdonképpen a kamera. Nos, az előzőkben írás és mozgókép összekapcsolásáról beszéltünk. Ha Pirinszki János prózai munkáit, esszéit, publicisztikai írásait forgatjuk, akkor számos hasonló és ebbe a témakörbe utalható elgondolással találkozunk.
Az elméleti szakember azonban egyszer csak egy furcsa szerepben jelenik meg előttünk, ugyanis van a magyar filmtörténetnek egy olyan zseniális alkotója és zseniális műve, amelyben maga Pilinszky János is szerepet vállalt. Mégpedig Bódi Gáborról van szó. Bódi Gábornak a Psziché című filmjében, amely saját korát messze megelőző filmalkotás volt, Vörös Sándor művéből a forgatókönyvet maga Bódi Gábor és Csapláros Vilmos írta, Csaplár Vilmos írta. Nos, ebben a grandiózus, szinte film eposzban Pilinszky János is szerepet vállalt. És amikor azon gondolkodunk, hogy hát vajon az az író, akinek a munkáit és verseit ismerve úgy gondolhatjuk, hogy a legkevésbé áll hozzá közel a film színészi teljesítmény, akkor megkérdezhetjük magunktól, már Pilinszkytől nem tudjuk megkérdezni, megkérdezhetjük magunktól, hogy miért is vállal szerepet Pilinszky János ebben a filmben. Mégpedig Pilinszky János ebben a műben Kazinczy Ferencet alakítja. Néhány perces jelenetről van csak szó a filmben. Akkor, amikor Psziché, Lónyay Erzsébet a verseit megmutatja Kazinczy Ferencnek. És itt most nem azon érdemes töprengenünk, hogy mert az egy másik előadás és másik hát dolgozat témája lehetne, hogy a fiktív költőnő a valóságos Kazincinak mutatja meg a fiktív verseit, hanem az az érdekes, hogy, hogy Pilinszky most elvállalja Kazincinak a szerepét. És még azt sem érdemes taglalnunk, hogy most fizikailag, fizimiskáját tekintve Pilinszky János hasonlított-e Kazinczy Ferenchez vagy sem. Némileg igen. Elsősorban az a kérdés, hogy miért vállalhatta el. Most, ha ezen hosszan elgondolkodik az ember, és elolvasgatja Pilinszky Jánosnak a színházi filmes írásait, sőt, a válasz megtalálásához hozzásegít bennünket az, hogy nemrégiben a Bódi Gábor műveinek összkiadásában az a kötet is megjelent, amely a második kötet, amely többek között tartalmazza a Pszichének a forgatókönyvét, akkor rájöhetünk, hogy voltaképpen Pilinszky valószínűleg azért vállalja el ezt a szerepet, de ezt csak gondoljuk fikcionálisan, valószínű azért vállalhatja el, mert talán számára Bódi Gábor az a filmrendező, aki megtestesíti azt az eszményi alkotót, aki egymaga írja és rendezi filmjeit. Tudjuk, hogy a közelmúltban megjelent már az MMA gondozásában Bódi Gábor életműsorozatának harmadik kötete, amely Bódi Gábor videóművészettel kapcsolatos gondolatait, eszéit, vázlatait tartalmazza. És hogyha Bódi Gábor életművének eme három kötetét lapozgatja az ember, akkor igazából láthatja Bódi Gábornak, az írónak és Bódi Gábornak a filmesnek az alakuló életművét. Talán benne láthatta Pilinszky János azt az eszményi alkotót, aki hasonlóan Marguerite Duras-hoz, akiről tudjuk, hogy maga is számtalan filmet rendezett, hasonlóan Marguerite Duras-hoz és hasonlóan Alain Robbie-hez maga írta és rendezte tulajdonképpen filmjeit. Végezetül engedjék meg, hogy
keretes szerkezetbe foglaljam ezt az előadást, és ha az Infinitivus című kötet Jánosi Zoltán tanulmányával kezdtem, akkor az ő gondolataival fejezem be ezt az előadást. Mégpedig a Jánosi tanulmány, elmondtuk az elején, a Jánosi tanulmány Pilinszky János képzőművészeti írásaival, illetve Pilinszky Jánosnak a képzőművészet iránti vonzódásával és fogékonyságával foglalkozott. Azt írja a dolgozatban, a dolgozat végén Jánosi Zoltán. Pilinszky János, ahogyan az Arszpoétika helyett című tanulmányában írja, a világ abszurditásának fölismerésén túl van még egy következetesebb, ha úgy tetszik, még abszurdabb lépés, és ez a világ képtelenségének vállalása. Csak hogy ez az alázat, magunkra venni a világ képtelenségének súlyát, mint egy beöltözve a lét és tulajdon ellentmondásaink terhébe, minden csak nem meghátrálás. És nem lehet nem eleget tenni a hívásnak, ha mindjárt a végleges és tökéletes elnémulás kockázatának árán is. Eddig az idézet. És ha a költőtől fölvállalt teher még most is itt van, a szeretet rátapott fényeivel együtt elevenedik meg, válik láthatóvá, foghatóvá, körüljárhatóvá, és a színművészek által hallhatóvá is, a költő születési centenáriumára készült alkotásokban, emlékező kiállításokon, fotók formáiban pedig, e könyvlapjain, és a kötethez kódolt vers előadásokban is. Arról tanúskodnak, hogy a nap szigorúságához hasonló szemével, akár poklokra csavart pupilláival, Isten remekbe készült ovális tükrében, hogyan lát ma bennünket a százesztendős Pilinszky János fényre és a világ súlyai közé érkezésének ünnepén. Köszönöm.